Rohanó világunkban a gyermekeknek is nagy szükségük van, illetve szükségük lenne a harmonikus energiákra. Segítséget jelenthet számukra a tibeti hangtálakkal, gongokkal és egyéb hangterápiás eszközökkel történő terápia, játékos foglalkozás és relaxáció. A hangpancsi foglalkozásokról Pataki Marianna hangterapeutát, foglalkozásvezetőt és tanítványait, Holló Enikőt és Lestár Bálintot kérdezzük. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk benneteket! Sziasztok! Hát beszéljünk arról, Marianna, hogy mi is ez a hangpancsi, kinek a nevéhez köthető? Hát ez egy játékos hangterápia, amibe beillesztjük a relaxáció megfelelő elemeit, természetesen a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. Meg kell említenem a két megálmodóját, Szedlacsek Katalin, zenepedagógus, hangterapeuta, illetve Stiblár Erika, tanácsadó szakpszichológus, az ő nevükhöz fűződik ennek a képzésnek a megálmodása. És 2020-ban az Oktatási Hivatal akkreditált minősítéssel vette a képzések sorába fel, körülbelül 4 éve, működik, és 5 képzést tudhat magáénak ez a hangpancsi képzés. Hogy mi történik egy ilyen foglalkozás keretén belül, megismerkedünk a tibeti hangtálakkal, megtanuljuk megszólaltatni őket, megismerkedünk az ütéstechnikákkal, és fokozatosan vezetjük be a különböző intuitív hangszereket. Tulajdonképpen minden feladat, minden gyakorlat a hangok közé, a rezgések köré csoportosul, tehát valóban fürdőzünk és pancsolunk egy kicsit a hangok birodalmában. Ritmusfejlesztés, hallásfejlesztés folyik, játszunk, a stresszkezelési technikák segítenek bennünket egy kicsit befelé figyelni, egy kicsit önmagunkra figyelni. Figyelünk önmagunkra is, figyelünk a társainkra is. Vannak szokásaink és kis rituálink, ahogyan elkezdjük ezeket a foglalkozásokat, körbeülünk a földön, megbeszéljük, hogy milyen jó dolog történt velünk aznap. Ha aznap éppen nem történt semmilyen dolog, akkor visszaemlékezünk az elmúltra, vagy éppen elképzelhetjük, hogy vajon mi történhet, milyen jó dolog történhet velünk. És a végén egy kis csengünk van, amit a kiválasztott kisgyerek szinte lezárja a foglalkozást ezzel a csengőhanggal. Vannak szabályok is. A szabály az, hogy nagyon vigyázunk ezekre a hangszerekre, mert nem játékszerek, hanem eszközök. Eszmei értékük és anyagi értékük is van, egy kicsit alázattal viseltetünk irántuk. Úgy próbáljuk meg a foglalkozásokon megoldani a stresszkezelést, hogy légzőgyakorlatok vannak, nagy mozgások, utánzójárások, ballisztikus keresztező mozdulatok, feszítő, lazító, nyújtó gyakorlatok. És a harmadik részébe, a foglalkozás harmadik részébe, a játékok után, mert azt mindig bele kell tenni, nem csak azért, hogy ahogy körbeülünk, megmozduljunk, hanem hogy ezen keresztül tulajdonképpen gyakoroljuk ezeket a stresszkezelési technikákat, meg a gyerekeknek is nagy szüksége van rá. Megint megpihenünk egy picit, ülve vagy fekve, most már eljutottunk odáig, hogy valóban nyugalmi állapotban fókuszálunk magunkra, a figyelmünket összpontosítjuk a testünkre, pásztázzuk a testünket, ellazítjuk, és a végén hangélményben van a gyerekeknek része, amit vagy tőlem kapnak, vagy pedig már ők olyan ügyesek, tehát már ők is alkotni tudnak a hangok által. Nagyon kíváncsi váltettetek, és annyi minden van itt, hogy akkor Enikő, szeretnélek is megkérni téged, hogy kezd el bemutatni sorba, miket hoztatok magatokkal, és aztán egy kis bemutatót is kérnénk szépen belőlük. Rendben. Ez az első, a Tingsa. A második, ami nagyon szépen szól, a... Kosi. Ja. A Kosi. A Kosi, a szélcsengő, igen. És... De szépen szól az is. Ezek a... Ez a kisebb hangtár, és ez meg hozzá hasonló.
Ez az a csengő, amivel le szoktuk zárni, és ez pedig a... Szamszula. A szamszula. Igen. Itt van egy... És itt van egy... Mixilofonnak nevezzük, de egyébként Aura Chime a neve. Igen. Igen. És még ott melletted látok valamit. Igen, ez a csengő. Igen, azt is Chime-nak nevezzük. És Bálint, melletted, körülötted miket látunk? Ez is ugyanez a timsa, hangtálak, ez a béka, itt egy esőbot, és egy vihardob. És melletted van még? Ja, és egy dob. Tátos dob. Tátos dob. Igen. Valamit választanak ki belőlük, és akkor valami kis bemutatót szeretnénk kérni. Szólaltassatok meg valamit. Hát akkor megkérjük Enikőt, hogy kezdje, és akkor Bálint pedig a saját kiválasztott eszközével, mint hogyha egy párbeszédet játszanátok, jó? Olyan szép, megnyugtató hangja van mindegyiknek. Igen. És annyira érdekes volt észrevenni, amit említettél, hogy alázattal vannak az eszközök felé, hogy mind a ketten annyira gyönyörűen, óvatosan, finoman érnek hozzájuk, teljesen átszellemülnek ők maguk is tőle. Hát igen, mert a hangoknak, a rezgéseknek, tehát van egy olyan közege, ami már spontán relaxál, tehát egy megnyugtató, ellazító állapotot hoz, lecsendesedünk, miközben a hangokat halljuk. Elmondjátok nekünk, hogy ti miért szerettek hangpancsira járni? Enikő? Én nagyon szerettek a hangpancsira járni, mert mikor még elkezdtük a hangpancsit, akkor csak pár dolog volt, és minden héten jöttek új hangszerek, és az még mindig tetszik benne, hogy ugye mi is kipróbálhatjuk, hozzáérhetünk, és ezekkel tudunk játszani, meg párbeszédeket csinálni. Uh-huh. Bálint? Nekem azért, mert ugyanaz, hogy Marian néni némelyik korán beszokott hozni új hangszereket, meg minden óra végén van ilyen meditációs gyakorlat, ami nekem tetszik. Hm. Lehet, hogy nagy jógás leszel majd egyszer, hogyha szereted a meditációt. Egyébként ez milyen korosztálynak való? Nincs ilyen behatolás? Hát nincs megkötés. Ugye én alsó tagozatos gyerekekkel foglalkozom, de már egészen pici kortól, egy éves kortól foglalkoznak a kisbabákkal, úgyhogy az anyuka is jelen van ezen a foglalkozáson. Természetesen akkor maga az időtartama, a foglalkozásnak az időtartama rövidebb, finomabban kiválasztva szólaltatják meg a tálakat, ott van az anyuka, mint védelem. Természetesen ez módszereiben eltér például a mi hangpancsi foglalkozásunktól, de meg kell említenem, hogy pontosan a képzésnek a referencia óvodája Budapesten az óvodai programba beépítette ezt a hangpancsi foglalkozást, és minden héten tartanak hangpancsi foglalkozásokat a gyerekeknek. Én is tartottam bemutató foglalkozást nagyobb korosztálynak, el lehet varázsolni a nagyobbakat is, természetesen itt is válogatva a játékgyűjteményből, a módszerekből, illetve amikor felnőtteknek hangfürdét tartok, akkor a elejére és a végére mindig bele szoktam csepegtetni egy kis hangpancsis légzésgyakorlatot, vagy ilyen összehangoló, ráhangolódó feladatokat. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a minden korosztálynak használható, nem is igazán felnőtteknek a hangpancsét, de a hangtálak mindenféleképpen.
És Enikő, ti hogyan tudjátok felhasználni a mindennapokban az itt megszerzett tudást? Hogy látod? Én mindig, amikor van a relaxáció, akkor mindig azt otthon, ha ideges vagyok, mindig meg szoktam csinálni. Ha a hazajövetel nem volt jó, vagy összevesztünk valakivel, akkor is mindig jól szokott ez nekem jönni. De jól tudod alkalmazni, ez nagyszerű. Bálint, te is így vagy ezzel? Hát igen. Amikor én is néha össze szoktam venszni anyával, de nem mindig, és bemegyek a szobámba, és ezt a légző gyakorlatot így kifújom. Kifújt, a veszekedés kifújt. Zárásként megkérettünk titeket, hogy még egy ilyen pár beszédet most más hangszerekkel bemutattok nekünk. Mondjuk egy ilyen hangtálon. Igen. Jó, használjátok a hangtálat. Akkor én is beszélek. Meghingával szépen elalszunk. És akkor kezdem én. Jó. És akkor Bálint, készítsd elő azt az eszközt, amivel te szeretnél. Illetve hát a hangtál legyen. Jó, ilyen, és ahogy tőle szoktuk, Enikő, akkor te is válasz ki a hangtálat. Jó, és akkor játsszuk azt, hogy amit én lejátszok, ütemet, akkor azt várom vissza. Jó? Olyan nehezen beszéltem bele, igen. Köszönöm, remélem, hogy nagyon ügyesek vagytok. Nagyon komolyan. Köszönjük ezt az élményt. Köszönjük szépen a lehetőséget.